Megújulhat a mezőgazdasági kombinát volt épülete. Ide költözik át az átépítést követően a Komáromi Klapka György Múzeum. A munkaterület átadására július 3-án szerdán került sor, amikor Cunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és dr. Molnár Attila polgármester sajtótájékoztatót is tartottak, ahol a legfontosabb beruházási információkat ismertették. A polgármester azzal kezdte gondolatait, hogy beszélt a területi operatív programban elnyert forrásról, amely részben finanszírozási hátteret nyújt a beruházáshoz. A pályázataink jelentős része egyébként akár az intézményeinkhez kötődik, a közoktatási, vagy akár a szociális intézmény hálózatunknak a fejlesztéséhez is, de fontosnak tartjuk azt, hogy maga a kultúra is azokból a programokból, amelyekre lehetőség van, támogatást tudjon kapni. Na ez most tipikusan egy ilyen beruházás lesz, hogy itt a Klapka György Múzeum a mostani régi, már régen kinőtt épületéből fog tudni ebbe a szépen felújított, megújult épület együttesbe átköltözni, ami azért fontos, hiszen Komáromnak a szőnyi városrésze a brigéciói leletanyagoknak a bemutatására már most komoly nehézségek árán tudott csak bemutatásra kerülni sok olyan leletanyag, ami egyébként páratlan Európában és a nagyvilágban is, vagy az impozáns új épületben erre is lehetőség lesz, hogy azt az egyedülálló brigéciói leletanyagot be tudjuk mutatni, amely Komárom rendelkezésére áll, és ezek az ásatások természetesen folytatódnak a későbbiekben is. Nem csak a múzeum kapít helyet, hanem az ELTE régészeti tanszékének tudásközpontja is, mely gyakorlati egyetemi oktatásnak adhat helyet városunkban. A felújított épület együttesben 21. századi modern eszközökkel felszerelt, interaktív múzeumi intézmény létesülhet állandó kiállítással. A beruházásnak az összértéke az közel 1,4 milliárd forint. Ennek a jelentősebb része, tehát az a kevés pályázatnak az egyike, ahol több az önerő Komárom városának az önkormányzata részéről, mint az elnyert pályázati forrás. 250 millió forint pályázati forrás nyertünk a területi operatív programból ennek a pályázatnak a megvalósítására, de mivel magát a célt kiemelten fontosnak tartjuk, nem csak azért, mert egyébként egy belvárosi épületet újítunk meg, hanem azért, mert tényleg a kultúra és a helytörténet is megfelelő helyre kerül, és ezért is kiemelt fontosnak tartjuk ezt a beruházást, és ezért is fordít az önkormányzat a saját költségvetésének a terhére több mint 1 milliárd forintot ennek a fejlesztésnek a megvalósítására, és hát maga a befejezésnek a céldátuma az vérhetően egy év múlva, tehát valamikor 2020 nyarára várható, hogy el tud majd készülni ez a felújítás. A polgármester az itt élők türelmét is kérte a felújítási munkálatok ideje alatt. Miután a terület közelében két óvoda is található, ezért az építkezést nagy körültekintéssel végzik majd a szakemberek. Cunyiné dr. Bertalan Judit ezt a beruházást a látványos beruházások közé sorolta, majd beszélt arról a fegyelmezettségről, amit a komáromi önkormányzat tanúsított az elmúlt években. Az országgyűlési képviselő beszélt arról a stabil gazdasági háttérről is, melyel a város sikereket érhet el a fejlődés szolgálva. 2013-ban stratégiai váltás következett be az uniós források elérését, felhasználhatóságát illetően fogalmazott. Sok olyan pályázati beruházással és felújítással, projekttel találkozhattunk a 2010-es esztendőkben a korábbi uniós forrásokból való építkezéseknél, ahol az önkormányzat meg is mondta, a polgármester el is mondta, hogy csak azért pályázott, mert erre volt pályázati kiírás, egyébként olyan pályázatot, ami neki kellett volna, igazából nem talált. Na ennek az mostani és itteni területi és települési operatív programnak az egyik lelke az, hogy a pályázat kiírását megelőzően a társadalmasításkor a polgármesterek a megyei önkormányzatokkal szorosan együttműködve és konzultálva határozták meg a fejlesztési célokat, amelyeket az irányító hatóság befogadott, és így kerültek ezek a pályázati konstrukciók kiírásra. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt a mostani topos pályázatoknál az önkormányzatok valóban azokat a fejlesztési területeket érik el, amelyekre szükségük van. Cunyiné dr. Bertalan Judit úgy fogalmazott, fontos, hogy az ókori Limes hazai szakaszának Aquincum melletti legfontosabb települése, Brigéció, tárgyi emlékei végre méltó bemutató helyet kapnak. A beruházás során visszaállítják az emeletes épület eredeti homlokzati megjelenését, felújítják a
tetőszerkezetet. Kicserélik a tetőt, gondoskodnak az utólagos víz- és hőszigetelésről, sor kerül az összes nyílászáró cseréjére, parkolókat építenek ki, az épületet pedig akadálymentesítik. A földszinten kap helyet az állandó római kori kiállítás, az időszaki kiállítást bemutató látogatóterem, installációs raktár, turisztikai bemutatótér, iroda, valamint egy ajándéktárgyak értékesítésére szolgáló helyiség, de lesz kávéház és a gyerekek szórakoztatását szolgáló játékkuckó is. Az emeleten irodákat és további kiállító helyiségeket, a tetőtérben pedig előadótermeket alakítanak ki a szakemberek. Ide költözik az ELTE régészeti tanszékének tudásközpontja is. A beruházás mérföldkő Komárom turisztikai vonzerejének növelésében, hiszen olyan helyszínt, programot tud a város az ideérkezők elé tárni, mely európai szinten is megállja a helyét. A munkálatok várhatóan jövő nyárra fejeződnek be.